Sziasztok mindenkinek! Köszönöm, hogy megkerestetek ennyi idő után is. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánunk, Fekete Botond vagyok. Bajko Barna, Szent Iváni lakósok. Üdvözlök mindenkit, az én nevem Stancsó András. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mikor megkerestetek, hogy szeretnétek csinálni ilyen videót, nagyon jó emlékek jöttek elő az elmúlt évekből. Hogy mit köszönhetek a Sziának? Az a feleségem és a csodás kislányom. Az első nagy találkozások, az első nagy beszélgetések a Szia teremben történtek, pingpongozás közben. Hogyan is emlékszek vissza a Szia tagként a Szia Egyesület megalakulására? A részben ezt egy Markó László tanár úrnak tulajdonítanám, hiszen ő volt az a személy, aki elkezdte a heti filmvetítéseket gyerekek, illetve fiatalok számára a Berde Mózsa általános iskola osztálytermeiben. Ebből adódóan egy pár fiatal lelket kapott az Ifjúsági Egyesület megalakulására. Itt többek közt kiemelném Bajkó Barnát, Császár Csabát, Gábor Lehelt, hisz ők voltak azok a személyek, akik megtették az első lépést az Egyesület megalakítására. Ahogy visszaemlékszek, 2011-ben még az Egyesületnek nem volt jogi formája, ezt 2013-ban sikerült elérni. 11 évvel ezelőtt nekünk jött az ötlet, hogy csináljunk egy ifjúsági egyesületet a faluba. Ennek a célja az volt, hogy nagyrészt egy kicsit a fiatalságot összerázzuk, mert eléggé úgymond félénkebbek voltunk ilyen téren elindulni, ezért próbáltunk egy olyan ötletet előállni, ami a fiatalságot annyira összeszedi, hogy mindenki kimondja saját véleményét. Nagyon nehéz volt az első ülések, még szerencsére, hogy ugye a tanár úr ott volt segített, de így mindenki minden juhok érte, hogy a falu népét összegyűjtett, és akkor mindenki nem találkozott senkivel. És akkor így látták, hogy te mit csinálsz, vicceket mondtak, de többi nem hallgattak arra, hogy most megbeszéljük, hogy mit akarunk, hogy mit. Konkrétan mi is volt a célja az egész. A kezdetben egy elég minimális csapat voltunk, hát egy olyan 5-6 személyről beszélünk, aki úgymond kezdetben alapította az egészet. Aztán próbáltuk fejleníteni, úgyhogy annak idején nekünk még nem volt ilyen Facebook csoport, így küldtük az üzeneteket, hanem kis cetlikkel, meg barátok által próbáltuk hívni meg társaikat, hogy minél többen legyünk. Nem volt se úgymond Szia termünk, ami most tényleg az is egy nagy büszkeség, hogy ezt is meg lehetett valósítani. Azért vagyok itt, hogy beszéljek erről ennek a teremnek a felújításáról. Ez körülbelül 10 évvel ezelőtt történt. Akkori Szia elnök volt az ötletgazda, hogy csináljunk egy termet a fiataloknak. Akkor én édesapám mellett dolgoztam Kövességben, és én voltam az, aki legtöbb részt dolgozott ezen a termen. Voltak mások is, neveket most nem mondok, de voltak mások is, többen voltunk. Kaptunk támogatást a tanástól, blettet kaptunk, hálót kaptunk, így legletettük az egész termet, lehálóztuk, kaptunk, tettünk néhány új prizát, néhány új lampát. Akkor, amikor kiviteleztük ezt az egészet, akkor tudtunk örülni, hogy van egy termünk, és örülünk annak, hogy most 10 év múltan is ugyanúgy a fiatalok tudják használni ezt a termet, amit akkor megvalósítottunk mi fiatalok. Nem is tudom, hol kezdem, talán visszagörgetném az időt ezelőtt 11 évvel, azaz 2011 nyári, júniusi estékre, mikor estéről estére találkozgattunk a Jatszó térnél. Nem volt még fejünk fölött fedél, nem volt egy termünk, így hát Markó László tanár úr segítségével biztosított egy osztálytermet, ahol az első pargyűlést le tudtuk beszélni a dolgokat. Aztán az uzoni önkormányzatot megkerestük, és láttak, hogy egy elszánt csapattal van dolguk. Még nehéz dió volt az egyesületet hivatalosan bejegyeztetni. Törvényszéket addig jártuk, hogy tudtuk, hogy már nyílik az utolsó ajtó, és mivel elég nehéz volt a névfoglalás, beleköttek sok mindenbe, de szerencsére sikerült azt is elintézzük. Aztán, ahogy teltek az idők, így szerveztünk, az első eseményünk az egy falunap szervezése volt. Emlékszem 2012-13-ban, amikor polgármester úr kijelentette, hogy nem lesznek többet falunapok, és a községnap lesz,
hogy kicsit nekünk rosszul esett azelőtt, ugye tényleg kicsi gyermekkorunkban örökké mentünk, az nekünk egy nagy szenzáció volt, hogy jönnek a falunapok, sok játék, minden, így egy kicsit meg voltunk döbbelme, hogy na, ez is lejárt, többet nem lesz. És akkor ahogy elkezdtük a Szia-ba jár megbeszélésről megbeszélésre, közben tármet javítottunk, minden, jöttek az ötletek, és egyszer egy este emlékszem, hogy nem tudom megmondani személy szerint, hogy ki, de az állökségből valaki felhozta a témát, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnak a falunapokot megszervezni. És akkor ugye szedtük ezeket a tagságidéjakat, ezt a kevesset, és gondoltuk, hogy végigjárnánk a falut, lássuk, hogy mennyi szponzort tudnánk összegyűjteni, hogy egy kisebb falunapot meg tudnánk-e szervezni. Nekem az első emlékeim a SZIA csapattól, azok az esti beszélgetések, vagyis gyűlések, úgymond, azok még az iskola udvarán voltak, még a jó időben, vagy a teremben, amíg a SZIA terem el nem készült. Akkor ötleteltünk még a néven, hogy mi legyen az ifjúsági csapatnak a neve, majd gyűlésről gyűlésre kezdett kialakulni, és ment a pólórendelés, hogy legyünk egyformák, és akkor kezdtük szervezni az eseményeket. Nekem az első meghatározó esemény, amely eszembe jutott, az az ifjúsági nap volt, az első ifjúsági nap, amit mi szerveztünk. Nem volt olyan színvonalas, de a miénké volt. A kultúr otthon udvarán 5 csapatot fogadtunk, tehát 5 csapat jelentkezett a környező falukból. A egy fiatal csapat a Szent Iváni ifjúságot képviselte, és 4 különböző faluból volt még csapat. Különböző játékokat szerveztünk, mindenki oda adta az ötletét, tehát hogy legyen vicces is, de közben méressék össze magukat a csapatok, hogy legyen azért tétje a napnak. Másik meghatározó élmények még a falunapok, hiszen hogy mikor átvesszük a régi a szervezőcsapattól, és ránk hálul a felelősség, hogy milyen színvonalas eseményt kell elé teremteni, tehát a régi csapattól, így azok egy nagy teher volt mindenki számára, és az mai napig nagy teher a mai ifjúságnak is. Hiába, hogy fejlődik a világ, fejlődik minden, de nagyok már az elvárások is. Akkor is nagy volt az elvárás, emlékszem még a Rezes Bandára, akivel levonultunk az utcán, és büszkén felvettük azt a SZIA pólót, és lementünk az úton, és mindenkit hívtunk, hogy jöjjenek a futballpályára, mert ez a falu ünnepe, tehát ez a közösségünk ünnepe, úgyhogy mindenki vegyen részt. Volt ott foci bajnokság, ugyanúgy, mint mostanáig, a különböző gyermekjátékok, kis koncertek, hiszen ez a falu kicsike, de mégis egy jó szépet ünnepeltünk, egy nagyot ünnepeltünk. Elég szép, összetartó csapat volt, az én korosztályomból is nagyon sokan részt vettünk, ide sorolhatom Nórát, Kincsőt, Laurát, egy jó kis kikapcsolódás volt, hogy egyet találkoztunk, megbeszéltük a nagyokkal, mert ugye a nagyok is bevettek ebbe a szervezési dologba. Én ugyebár nem sokat voltam a SZIA tagja, de viszont örvendtem, mikor láttam, hogy a fiatalok, mert ugye picivel kisebb mindenki, mint én, valamit szerettek volna csinálni, a közért, amit általában kevesen szoktak, és örvendtem, mikor meghívtak, hogy bármiben segíthetek, és akkor én voltam az, aki legtöbbet részt vettem az ilyen, az volt a rám eső feladat, az erősségi verseny megszervezése. Erre ugye kaptam segítségeket is, tehát Gábor Leheltől és édesapjától nagyon sokszor. Tehát ők voltak azok, akik kisegítettek, hogy a pályákat megépítsük és véghez is tudjuk vinni.
Számomra, ami megmaradt a régi Sziából, hogy nem volt tárgyunk, ahol összegyűjünk az egész csapat, így közös beszélgetésekre, időtöltésre, hogy fel kellett újítsunk egy régi tárgyat. Én egy picit később csatlakoztam a Sziához, ezért az első lépéseknél nem voltam ott. De ami számomra úgy megmaradt, az inkább az ifjúsági napokra való készülődés, és a Szent Iván napok előtti fahordás, mikor összegyűlt a csapat és átmentünk az erdőbe fát gyűjteni. Ott volt egy kisebb flekkelsütés, beszélgetés, úgy összerázódott ezzel a csapat, úgy egy kicsit ki is kapcsolódtunk, mikor gyűjtsünk fát a Szent Iván napokra. És ezért ugye azutántól még összetartóbb volt ez által a csapat, és egy pihenés után újra tudtuk új erővel folytatni a tevékenységeket. A lényeg az, hogy a csapatunk akkor is kellett nagyon, és így közösen kellett elmenjünk az erdőbe, hogy összegyűjtsük azt a mennyiségű falat, amit ugye tábortűzként elégett. Ami az Egyesület anyagi helyzetét illeti, az elég támogatás hiányos volt, hiszen az akkori projektekhez gyakorlatilag a jóindulatú falubeli emberektől és a szülők által nyújtott segítségből kaptunk finanszírozást. Hát azért egy kicsit eltelt az idő, de nekem a legelső olyan emlék, ami megmaradt, az a legelső falunapok, mikor szervezésre kerültek. Akkor ugye a polgármesterrel ki kellett negociálni, hogy valamit adjon nekünk. Szerencsére akkor is olyan jó adakozó volt, mint most. Hát egy kicsit nehéz volt, mert sok támogatást nem kaptunk, de megmaradó élmény az, hogy a faluba az emberekhez mentünk házról házra, és ritka volt az az ember, aki nem adott egy minimális összeget, vagy bármi olyant, amivel elősegíthette a falunapok támogatását. Persze a szüleink is mellettünk voltak már akkor is, és ők is nagyon sokat segítettek. Egy minimális segített Alpár bácsi is. Egy szponzorszerzés, minden. Akkor ott volt Bobby bácsi. Igen, az üzletes. Igen. Hát volt aki. Volt, aki úgy látta, hogy tényleg elindul valami, és hogy lehet jövője, és akkor úgy kezdtek úgy mellénkálni egy picit, mindenki támogat. Korodi Misikája nagyon sokat segített. Tehát úgy falunapokon, mint azon kívül is, bármire szükség volt, öreg ilyet csinálta, ment autóval, intézkedett. Te gondolod, hogy amikor volt az első falunap, és ugye akkor volt az a nagy karaván, mindenki felvonult, az uzoni banda, stb. Ugye be voltunk állva mi is oda közel, a szias pollokkal, stb. És itt fenn valamelyik utca sarkán egy néni odafutott hozzá, ami nagy csokor virággal, és köszönte, hogy mi egyesek vagyunk, stb. Na az volt az, amikor tényleg, hogy érezted előre, hogy igenis értékelnek, és azt mondják, hogy na, ezt kell folytatni, valamit csinál. Ezt követően volt egy közös pályázatunk a Fácánkárti ifjakkal, amit sikeresen lebonyolítottunk, itt tulajdonképpen egy ifjúsági csere zajlott a két falu között, Szent Iván Laborfalva és Fácánkárt között. Ez a projekt arról szólt, hogy a világot hogyan látják a fiatalok. A fiatalok szemével nézve a világ hogyan is néz ki. Ebben nagy sikerélményünk volt, be tudtuk mutatni gyakorlatilag a Háromszéken a helyi kultúrát, a helyi szokásokat, a falubeliek megnyilvánulását az idegen emberek felé. Ez számomra egy nagy élmény volt, hogy részt vehettem ezen a projekten. Bízok abban, hogy a jelenlegi fiataloknak is sikerül ilyen projekteket létrehozni a Fácánkárti ifjakkal, hisz értesüléseim szerint 2013-tól még nem volt ilyen ifjúsági csere, és nagyon remélem, hogy sikerül összehozzák azt, hogy a Szent Iváni ifjak is ki tudjanak kerülni az anyaországba. Az is egy jó dolog volt a részünkre, ugye egyet kimozdultunk a faluból ifja, nagyon jó dolog volt az is. Ami még az emlékek sorában előkerül, azok még az ifjúsági napok, amelyeken részt vettünk. Ide sorolhatom a Barátosi ifjúsági napot, vagy a Rétyi ifjúsági napot, ahol mindenhol
élvonalban helyezkedtünk el, tehát vagy első, vagy második helyet hoztunk el. Annak a szervezése is egy nagy feladat volt, hiszen ki melyik autóval megy, ki hány csapat lesz, hányan megyünk, ki mit hoz, tehát ez egy nagy szervezési, és azok is egy nagyon jó időtöltés volt, egy jó nap, ismerkedtünk más szervezetekkel is. És ami ide kapcsolható még, hogy a mi ifjúsági napunk, amit mi szerveztünk, az csak a mi időnkben volt, az az első, és remélem nem a legutolsó volt, és adom az ötletet a mostani SZIA tagoknak, hogy a színvonalas falunap után már jó lenne egy színvonalasabb, még színvonalasabb ifjúsági napot szervezzenek, és minél több csapatot megmozgassanak, hiszen ez élteti az ifjúságot. Még egy maradandó élmény az, hogy hosszú időn keresztül ott a diszpenzár előtt rendbe tartottuk a virágos kertet, és a játszóteret is örökké rendbe tartottuk, tehát a szemetet összeszedtük, a füvet örökké lehasználtuk. A lényeg, hogy annak az egyesületnek viszonylag jó eredményei lettek, így 11 év után. Én mind a SZIA veteránja, most a fiatalokhoz szólnék, hogy értékeljétek ezt, ami most van. Hát akkor mi, mikor elkezdtük, akkor nem volt ilyen könnyű, nem volt annyi lehetőség. Most a pályázatokon is keresztül nem kell a szülőknek a segítsége, járhattok táncpróbára, megvan az a lehetőségetek, hogy megtanuljatok táncolni. Rengeteg lehetőségetek van, úgyhogy éljetek vele, mert ahogy én ezt a három generációt, így ahogy volt, nekünk is voltak problémáink, voltak veszekedések, és mindig vannak, és még lesznek is, de mivel hogy egy csapaton belül vagytok, álljatok oda, és tudjatok együtt dolgozni. Én szeretnék gratulálni minden olyan fiatalnak, aki valamilyen formában tesz a falu közösségét, és külön köszönetet szeretnék mondani Bakuci Tamásnak az áldozatos közösségi munkájáért, hiszen példaértékű az, amit a falu közösségért és a hagyomány megőrzésért tesznek. Az utolsó kérésem még az lenne, hogy ugye a SZIA az elég régóta van, vagy létezik, van most is, és mindenki csak annyira, mint amennyire mi annak idején, annyira lelkesen álljon oda, és segítsétek a fiatalokot, hogy ne kár lenne, hogy kivesszen ez az egyesület. Kívánok mindenkinek békés, boldog karácsonyt, és egészségben boldog új esztendőt. Boldog új évet kívánok mindenkinek erőben és egészségben. Boldog karácsony ünnepeket szeretnék kívánni mindenkinek, és egy sikeresebb, szebb új évet. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánok, és boldog új évet. Boldog új évet kívánok minden falubeli. Továbbá szeretnék sok sikert kívánni a jövőbeli megvalósításokhoz, és a falus feleket arra biztatom, hogy ki amilyen formában tudja, segítse a fiatalokat, és legyenek büszkék rájuk. Szeretnék kívánni mindenkinek szeretetteljes boldog karácsonyt, és egy sikerben gazdag, boldog új évet.